Szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat, nekünk ez minden évben egy nagy-nagy öröm, hogy így is együtt lehetünk ezen a helyen, ami egyfelől településen egy ünnepélyesen használható, ünnepélyességgel rendelkező elég nagy hely, ahol elférünk, világos van, meleg van. Azon túl pedig ez a hely egy megszentelt hely, ahol az Istennel való találkozás ünnepét élhetjük át, így hívő keresztény emberek, ezért is a templom az másra általában nem használhatunk, csak arra, hogy az Isten dolgaival foglalkozzunk. Hát ennek egy alkalma lehet az is, amikor a gyermekeinknek megtanítjuk, hogy micsoda a karácsony, miért ünnep az nekünk, és mit köszönhetünk. Úgyhogy ennek aztán a legalkalmasabb helye értelemszerűen egy templom, ahol ezekre a dolgokra figyelhetünk, hát ezért nagy öröm nekem, minden esztendőben ilyen szép számban együtt vagyunk, ezért nagy öröm a gyülekezetnek is, hogy helyt adhatunk ennek az alkalomnak. Egyetlen rövid mondatot olvasok a Szentírásból a karácsonyról. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. A karácsonyi ünnepünk lényege tulajdonképpen az, hogy a láthatatlan Isten látható jelet ad magáról, a látható jel pedig nem egy levél vagy valamiféle utalás, hanem az ő fia, tulajdonképpen ő maga az, aki eljön az általa teremtett világba, azért, hogy megmutassa, hogy mennyire szeret bennünket. Tessenek megbocsátani, hazabeszélek egy kicsit, nincs még egy olyan vallás, ami ezt tanítaná, hogy az Isten szereti az embert annyira, hogy minden megtegyen azért, hogy az embereknek a szeretetét megmutassa. Úgyhogy a karácsony ennek a mi egyedülálló hitünknek a egyik legfontosabb ünnepe, fontos dolog, hogy tudjuk, hogy kinek az ünnepe, tudjuk, hogy mit köszönhetünk meg ilyenkor Istennek a szeretetét, illetve azt is, hogy egymásnak ad bennünket a családokban. Úgyhogy Isten üdvözítő kegyelme az, ami a karácsonyban megjelent, és amit mi is megköszönhetünk, örömmel veszünk, többen csatlakoznak ehhez a gondolathoz, és megköszönik a karácsony ünnep szépségét az élő Isten. Tisztelt gyülekezet, tisztelt ünneplő közönség! Az adventi időszak záró rendezvényén első műsorszámként fogadják szeretettel a Református Egyház énekkarának előadását. Karvezető, Kőnya Emőke és nagy tiszteletű Árva Völgyi Béla. A művek az elhangzás sorrendjében. Francia karácsonyi ének, Gebárdi Glória Kánon, valamint Ecsedi Aladár azért több Jézus című kórus művek.
Bye.
csiringel, itt van a karácsony, ők hozták a fenyőnket, fehér angyal szányon. Felkapták a fenyőfát, és felszálltak az égbe, kecses angyal röptüket, száz csillag kísérte. Fent a hófelhő fölött, öltözkedték fákba, szórót adtak rá, csillogjon a szép fán, csillingelő csengő szóval szálltak bele hozzá. Szálljatok le, szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek már ma este, minden pici ablakot, Egy kis csendő, jó, 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 jó.
Sziget, 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 sziget. Legyen
csillag átfelettünk, gyalog jöttünk, megsettünk, kis gyorsanokat, biztos illani a Jézus Krisztus. Mert hát kiállj a nevem, ma segíts, édes Istenem. Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vénapot, úgy hallottuk, megszülettél szegény. Thank you.
és kemény jászol, volt az első ágya, nem volt ügyes fére, a tiéd lunája. Semmilyen, semmilyen nem volt szegénynek, nem volt a világon nálánál szegénynek. Így is az a élet, megírtak az egeret, szemnek szépen szállnak, angyali seregek.
mindkét óvoda pedagógusainak, Tadus néni átkozását, és kérjük, fogadják el szeretetünkkeletén a Tegyünk Együtt Tanított Faluért alapítvány ajándékát. Szeretném nagy tiszteletet köszönteni Önöket, és szeretném megköszönni mindenek előtt nagy tiszteletű áldozógyi lelkész úrnak az ő szavait idézve ebben a megszentelt házban, ebben a templomban zárjuk le az évi adventi rendezvényt, és tartjuk meg az ünnepi zárást, amelynek legszebb példája, hogy a mi gyermekeink zárták ezt a rendezvénysorozatot. Az elmúlt hét nap és a mai nap a 8. 27 rendezvény volt ebben a közösségben, tehát minden civil szervezet, minden egyházközösség maximális mértékben összefogva, egymást támogatva alkotott egy nagy családot. És a családról esik szó, engedjetek egy személyes dolgot. Ma 12 óra 20 perckor unokám elfújt 7 gyertyát, azaz 7 évvel ezelőtt 12 óra 20 perckor született. Ennek az ünnepét tartjuk a mi családunkban, mi most egy kis időre ott hagytam őket, de az öröm számomra, hogy egy újabb nagy családot lehetek, és így élek vissza az én saját családomhoz, tehát szeretném így köszönteni Önöket advent időszakában. Szeretném kifejezni jó kívánságaimat mindazoknak, akik ezt a rendezvényt életre keltették 16 évvel ezelőtt, és ez folyamatos, és ezt vigyék tovább, és ezek a gyermekek megfelelő példája lehetnek ennek a továbbítani. Mindenkinek áldott békés karácsonyt kívánok, sikeres, boldog, nagyon békés új esztendőt. Dicsőség az Úré, köszönöm, hogy itt láttam. Köszönjük mindenkinek a megjelenést, és áldott ünnepeket kívánok!